A mai videóban arra gondoltam, hogy beszélgessünk egy kicsit a digitális függőségekről, mert hogy véleményem szerint sokkal több embert érint, mint ahányan akár bevalljuk saját magunknak, és nagyon kevés tartalom készül ebbe a témába, pedig szerintem szükséges lenne. Arra gondoltam, hogy elsőként szeretnék egy könyvet megemlíteni, amit elolvastam az elmúlt hónapban, és ez nem más, mint a Digitális Detox, Győzd le a mobil függőségedet című könyv, és igazából el fogom majd olvasni itt a hátulján lévő pár sort, hogy tudjátok, hogy mi is az, amiről szól. Abszolút nem azt takarja ez a könyv, hogy most akkor tedd le a mobiltelefonodat, és hónapokig ne nyúj hozzá, egyszerűen csak egy egészséges határt próbál szabni egy olyan világba, ahol a mobil függőség már olyan elterjedt, ami abszolút nem egészséges viszony a telefonunkkal, vagy bármilyen kütyünkkel szemben. Arra gondoltam, hogy ezt a videót szeretném úgy kezdeni, ahogy én eljutottam odáig, hogy bevallottam saját magamnak, hogy ezzel gondok vannak. Aki régóta itt van a csatornán, az tudja, hogy 6 évvel ezelőtt kezdtem el nagyjából videózni, és hát haladtam egy úton, viszont elérkeztem egy irányba, amikor úgy azt éreztem, hogy valami nem okés. Minden túl sok, minden túl zsúfolt, mindig kergetem saját magamat, és soha nem érem utol. És volt egy olyan érzésem, hogy bármit is csinálok, nem az adott dologra összpontosítok, hanem már a következőn jár az eszem, és ez egy idő után elkezdett zavarni. Folyton tényleg azt éreztem, mintha egy körbe-körbe futnék saját magam után, és hogy nem érném utol magam. És ekkor találtam rá így a minimalizmusra egy irányelvre, amit elkezdtem úgymond a saját életembe is beiktatni, először a tárgyakba, egyre kevesebb dologgal akartam körbe zsúfolni magam, és aztán utána pedig nem csak kívülre szerettem volna, nem csak így a lakásunkat szerettem volna megtisztítani, hanem így belül is a gondolataimat szerettem volna, hogyha jobban tudok odafigyelni a dolgokra, a másik emberre, hogyha úgy tudnék odafigyelni rá, hogy amikor beszélgetek valakivel, akkor valójában csak rá figyelek, és nem gondolkozok azon bármin, hogy mi lesz a következő bevásárlás, vagy bármin, nem kalandozik el a figyelmem, hanem csak egy dologra figyelek. És egy idő után rájöttem arra, hogy valószínű, amióta így a mobiltelefonok vannak, azóta is talán ennyire elterjedt így az saját otthonunkba is az, hogy folyamatosan pörgetjük a képernyőt, és gyakorlatilag még el se olvastunk egy posztot, és még az agyunk nem fogta fel, már a következőt látjuk, és az azt követőt. És gyakorlatilag úgy lapozgatunk egy-két applikáción, hogy csak görgetünk, és még igazából tényleg az egyikre oda se tudtunk figyelni. És nagyon sokszor úgy éreztem, hogy amikor unatkozok, már nem is tudok unatkozni, mert azonnal ott a telefon, és bárhova lépek, mindenhova viszem magammal. És egy kicsit elkezdtem azon gondolkozni, hogy vajon ez befolyásolja a figyelmemet? És rájöttem arra, hogy igen. Mindig kizökkent, bármit csinálok, mindig pittyan egyet, és én mindig úgy éreztem, hogy akkor most azonnal reagálnom, vagy válaszolnom kell. És aztán így olvastam pár kutatást, és utána néztem dolgoknak, és nagyon sokszor azt éreztem, hogy meg azt is olvastam, hogy ezeket direkt így egy-egy függőség kialakulására is készítették, hogy te mindig azt érezd, hogyha nem vagy ott, és nem nézed meg azonnal, akkor lemaradsz valamiről. És elkezdtem azon gondolkozni, hogy vajon miről maradok le? És ez a könyv nagyon sok olyan dolgot mutat be, vagy nagyon sok olyan ötletet ad, hogy min kellene elgondolkoznunk. Hogy vajon milyen lelki állapotban vagyunk, amikor oda nyúlunk a telefonunkhoz. Miért nyúlunk oda? Éppen örülünk? Szomorúak vagyunk? Izgatottak vagyunk? Van valami célunk vele? Vagy mi az, amilyen érzés akkor van bennünk, amikor letesszük? Jobban érzem magam tőle? Megtudtam valamit? Vagy amikor mondjuk eltesszük egy pár órára, betesszük a fiók aljába, akkor érezzük-e azt, hogy na most mi lehet? Miről maradunk le?
És akkor átgondoljuk azt, hogy vajon miről maradhatunk le. Van egy olyan funkció, hogy ne zavarj funkció, amikor már nem csippan semmi, de például az a pár ember, aki mondjuk be van jelölve egy ilyen prioritási vagy fontossági funkción, azoknak a hívása kicsöng. Sokszor láttam olyan posztokat, hogy akkor most elmegyek egy hónap digitális detoxra. Ezt láttam így youtuberektől is, olyanoktól is, akik az Instagramon vannak inkább jelen, és több ilyen közösségi médiában is. És amikor ezt kifejtették, akkor igazából annak az volt a lényege, hogy nem posztoltak saját magukról, viszont nagyon kevesen voltak azok, akik azt mondták, hogy tényleg valósan egy-két hétig, vagy egy pár napig abszolút nem nyúltak a közösségi média felületekhez. És rájöttem arra, hogy annyi, de annyi előnye van a telefonnak, tényleg, és ezeknek a digitális kütyüknek, mindennek, tényleg, hogy belegondolunk, régen muszáj volt elmennünk egy könyvtárba, vagy a szomszédhoz azért, hogy mondjuk egy lexikont kölcsönkérjünk, most már itt van a digitális világ a kezünkbe, és bárminek utána nézhetünk, bármit kikutathatunk, de vajon az időnk hány százalékát, amikor a telefont nyomkodjuk, hány százalékát töltsük valóban olyan dolgokkal, ami hasznos? És hány százaléka az, amikor mondjuk inkább csalódottságot érzünk, amikor nyomjuk a telefonunkat, vagy inkább egy vágyat arra, hogy én is olyan életet szeretnék, mint ennek a celebnek, vagy ennek a hírességnek van. Az, hogyha felmész mondjuk egy közösségi média felületre, és van 6-7-800 vagy több ezer ember, akinek az életét követed, és folyamatosan az övéket pörgeted, az nem jó, biztosan nem jó senkinek, a lelki világodnak, a saját inspirációidat elnyomod, mert hogy ott keresem az inspirációt. Éreztem azt, hogy amikor kreatív szeretnék lenni, akkor felmegyek ezekre a felületekre, és inspirációt gyűjtök, ami nagyon jó, viszont nem erőltettem meg annyira sem magam, hogy egy 10 percig leüljek, és gondolkozzak, hogy hogy tudnák egy adott dolgot megcsinálni, mi az, ami nekem tetszene, hanem folyamatosan inspirációkat kerestem, és ezeket már elnyomtam saját magamba, hogy amúgy tudnék én is kreatív lenni, anélkül, hogy bárkitől is inspirációt gyűjtenék. Én így látom például a vezetésnél is, nagyon-nagyon jó, hogy van GPS a telefonunkba, és egy kattintással eljuthatunk bárhova, és nem tévedünk el, és nem megy rá egy csomó időnk, hogy kovályogjunk, elpazaroljuk az üzemanyagot, vagy felesleges időket autókázzunk, viszont ezáltal eljutottunk odáig, hogyha esetleg valamikor így elvágnák, és nem lenne, akkor soha nem jegyezzük meg, hogy merre mentünk, hogy ez mégis hol volt. Én tudom azt, hogy amikor apósommal mentünk még egy-egy ilyen hosszabb útra, akkor ő mindig tudta, hogy pontosan merre kell menni, itt kell letérni, itt erre kell menni, nem ez, hogyha itt le van zárva, akkor arra tudunk menni. Én pedig már az agyamnak ezt a funkcióját abszolút nem is használom, mert hogy csak a GPS-re hagyatkozom szinte mindig. És nagyon sok olyan dolog van még ezeken kívül is, amire úgy látom, hogy lehet, hogy sokkal többet kellene gondolkoznunk rajta, vagy egy kicsit odafigyelnünk azokra a dolgokra, amiket a telefonunkkal próbálunk meg helyettesíteni. Ti hogy látjátok, vagy hogy veszitek észre ezt az egészet? Én érzem saját magamon, hogy amikor például este még nyomkodom a telefonomat, vagy ki akarok keresni egy dolgot, akkor úgy ott ragadok. És hogy belemélyülök. Ehhez kapcsolódik egy nagyon érdekes kifejezés ebbe a könyvbe, és ha megengeditek, akkor felolvasom. Itt nagybetűkkel ide van írva, hogy foglald vissza az agyadat. És van egy pár soros ilyen gondolatmenet. Egyre kevésbé tudunk egy információcsoportra koncentrálni, legyen az munkahelyi projekt, házi feladat, vagy egy egyszerű tévéműsor követése, és erről szerintünk a modern technológia tehet. És nagyon sok ilyen ébresztő gondolat volt bennem, hogy hányszor nyúlok a telefonomért, mondjuk, amikor nézek egy filmet, vagy amikor bármi olyan dolgot csinálok, akár videót vágok, vagy szerkesztek, vagy bármi
bármi ilyesmi dolog közben, csak úgy rápillantok, csak úgy hozzányúlok, aztán csak úgy megnézem, nem-e történt valami. És ilyenkor elgondolkozok azon, hogy mit várok, hogy mi történhetett volna. Vajon jót várok, vagy rosszat? Hogy érint, hogyha másnál látok egy jót? Hogy érint, hogyha másnál látok egy rosszat? Miről maradnék le, hogyha most eltenném a fiókba a telefont, és tényleg egy pár napig nem venném elő? Szól arról is, hogy hogyan tudjuk ezeket a szokásainkat, az állandó megszokásainkat megváltoztatni. Mi ennek a módja? És itt is van egy olyan kis rész, hogy a technológia és a rabszolgaság között az a különbség, hogy a rabszolgák pontosan tudják, hogy nem szabad. Szerintem ez is egy ilyen gondolatébresztő, hogy igen. Igen. Szerintem már az is egy nagyon nagy előrelépés lenne, hogyha saját magunk értékelni tudnánk a telefonunkkal, vagy az okos kütyüjeinkkel való viszonyunkat, és saját magunk elkezdenénk azon gondolkozni, hogy tudjuk javítani, van esetleg szükség arra, hogy javítsuk, és ha igen, akkor milyen területen. Mi az, ami valóban az időnket rabolja, mert ugye ezek a készülékek, időrablók, és nevezhetjük bárhogy valamilyen szinten az idődet akkor is elveszik, és nem ad. És sok minden visszajöhet, de az időnk az nem. Azt, hogyha elfecséreljük, főleg én saját magam érzem azt, hogy egy olyan dologra, ami nem adott semmit, ami csak elvett. Az az én életemben lesz egy mínusz, amit én nem akarom, mert hogy tölthetném teljesen mással. Sokkal többet adna az, hogyha kimennék egyet ide a tópartra sétálni, és hallgatnám a madarak csiripelését, és látnám, ahogy éppen kezd rügyezni a fa, mint az, hogy az Instagramra, vagy a TikTokra, vagy bármelyik közösségi média felületre felmegyek, és lapozok, és lapozok, és lapozok, és nézem más életét. Te mit gondolsz? Böjti időszak van, húsvét előtt vagyunk, és nem tudom, hogy lehet ezt így mondani, de akár telefonböjtöt is tarthatnánk, és lemondhatnánk olyan dolgokról, amik nem fontosak, mégis sok időt töltünk velük, sokkal többet, mint amit kellene, ezt itt saját magamnak mondom inkább, és én nagyon szeretném ezt az időt inkább imádsággal tölteni, hálaadással. És hát azt hiszem, hogy meg is kaptam hozzá ebbe a könyvbe a kellő iránymutatást, meg hát tényleg az, hogy így érzem már belülről azt, hogy ez a technológia, ez már nem a jó irányba visz leginkább, nagyon sokat köszönhetünk neki, és én ezt nem szeretném ilyen negatív hatással átadni, vagy nem tudom, hogy értitek-e, hogy mire szeretnék kiukadni. Tényleg annyira jó, hogy felhívhatom videóbeszélgetésbe a tesómat, akik messzebb élnek tőlünk, az anyukámat, nagyon jó, hogy megnézhetem a GPS-en azt a címet, amire mennem kell, és nagyon jó, hogy így a világháló által veletek is akár beszélgethetek így digitális formában, viszont nagyon sok olyan hatása van, ami kimondottan káros, ami beszippant, ami egyszerűen felemészt, ha hagyjuk. És akkor a videót úgy szeretném lezárni, hogy az elején megígértem, hogy olvasok fel pár sort innen a hátoldalán lévő könyvnek a hátoldalán lévő mondatokból, és hát ezúton is köszönöm, hogy itt voltatok. Remélem, hogy segítünk egymásnak itt a komment szekcióban abba, hogy egy kevésbé kütyüfüggő jövő előtt álljunk. Ébredés után azonnal a mobilodért nyúlsz. Elalvás előtt pedig a telefon kijelzőjét látod utoljára. Kifolyik a kezedből az idő, amikor a közösségi oldalakat böngészed. Egy szóval, telefonfüggő vagy? Ha igen, akkor ez a könyv neked szól. Hát folytassátok ti innen, hogyha van kedvetek. Szeretettel ajánlom.